Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban bemutatjuk a ma átadott áldozatsegítő központot. Ezt követően dr. Homoki Tamás alpolgármesterrel készült beszélgetést láthatják a megújuló elővárosi közlekedésről. Végezetül pedig betekintést nyerhetnek a Kecskeméti 8 boldogság közösségbe. Már is kezdünk! Áldozatsegítő központ kezdte meg működését csütörtökön Kecskeméten. Az Igazságügyi Minisztérium 2020-at az áldozatsegítés éveként hirdette meg. Ennek kapcsán nyitották meg az irodát az Arany János utca 10-es szám alatt. Az áldozatsegítés évében az eddigi 5 mellett ma Kecskeméten is megkezdte működését az áldozatsegítő központ, amelynek kiemelt feladata, hogy a környezetében élők bármikor fel tudják keresni, ha bűncselekmény áldozatai lesznek. Ebben a 133 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú épületben alakították ki a központot, amelyben több helyiség és fontos felszerelés is található. A rendelkezésünkre áll zuhanyzó, mozgáskorlátozott helyiségek, egy jól felszerelt konyha, tehát adott esetben például mosógépünk, szállítógépünk, hogyha véletlenül olyan áldozat keres fel minket, akik mondjuk a kisgyereknek a ruháját ki kell mosni, vagy addig, ameddig mondjuk egy kapcsolati erőszak áldozata, ameddig a védett szálláshelyre történő elvitele, utaztatása nem történik meg, addig itt el tudjuk helyezni, a ruháit ki tudjuk a gyermeknek mosni, pelenkázunk van, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó felszerelt központot kaptunk. Maga az egész központ kialakításánál a legfontosabb és a legfőbb szempont az volt, hogy egy ilyen hatósági eljárástól mentes kialakítást próbáljunk meg elérni. Tehát az ügyfelek, amikor felkerestek minket, akkor ne azt érezzék, hogy itt bármiféle hivatalban vagy hatósági eljárás lefolytatás előtt vannak, hanem egy ilyen barátságosabb, tényleg egy ilyen családbarát vagy áldozatbarát, ügyfélbarát környezetet próbáltunk kialakítani. Mi minden bűncselekmény és tulajdonjogi szabálysértés áldozatának segítséget nyújthatunk. Tehát elsősorban a bűncselekmények vagy tulajdoni szabálysértések áldozatait várjuk, de mint ahogy a korábbi interjúban is említettem, bárkit szívesen látunk, olyan állampolgárokat is, akik még nem lettek bűncselekmények áldozatai, meg reményeink szerint nem is lesznek, de csak tegyük fel, tájékozódni szeretnének, akár az állam által kínált áldozatsegítési szolgáltatásokról, vagy valamilyen bűn megelőzési ismeretekről, úgyhogy vagy éppen valamilyen jogi jellegű problémáik van ők. Lehet, hogy maguk azt gondolják egyébként, hogy bűncselekmény áldozatai lettek, vagy valamilyen bűncselekményt követtek-e velük szembe. Senkit nem fogunk elküldeni, pusztán azért, mert egyébként bebizonyosodik, hogy itt nem valószínű, hogy bűncselekmény történt. És ebben a körben szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a mi szolgáltatásainak nem feltétele az, hogy folyamatban lévő, vagy folyamatban volt büntetőjárás legyen. Ezt lefordítva annyit jelent, hogy nem kell hozzá, hogy valaki büntető feljelentést tegyen ahhoz, hogy beívessen hozzánk és segítséget kérjen. Anélkül is tudunk segíteni. De visszatérve a kérdésre, például tipikusan a kapcsolat erőszak áldozata olyan, aki nem fog egyből feljelentést tenni a rendőrséggel. Ő neki például egy olyan típusú szolgáltatást tudunk biztosítani, hogy a pszichológusunk által egy olyan kríziskezelést, egy olyan megerősítést tudunk neki adni, amivel utána megerősödve tudja megtenni a büntető feljelentését, egyébként ezáltal is segítve mondjuk a büntetőeljárás sikerességét. Az áldozatsegítő központ a minél hatékonyabb működéshez több áldozatsegítésben résztvevő helyi szervezettel működik együtt. A Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatnak a munkatársai már kapcsolatba is kerültek az áldozatsegítő központ vezetőjével, és leginkább az ő munkaterületükről, az ő gondozottjaikról és ellátottjaikból fog kikerülni az a partner, akinek segítséget fognak tudni nyújtani.
bajba került családok, bántalmazott emberek, gyermekek, nők, tehát ők lesznek, akiket ide tudnak irányítani, illetve kölcsönösen fogják tudni segíteni egymást. Itt azt gondolom, hogy nagyon jó is az együttműködés egyébként Kecskeméten. Ilyen jellegű szolgáltatás nem volt, tehát én örülök ennek, hogy ez most megvalósult, és be tud kapcsolódni a szociális hálónak a munkájába. Mi a Máté Szeretett Szolgálatnál valljuk azt, hogy segíteni csak jól szabad, és a segítség az valós és hatékony, hathatós legyen az arra rászorulók részére. És szeretnénk ezt tenni nem csak ugye a mi látókörünkben és a tevékenységi körünkhoz szorosan kapcsolódó ellátottak rászorulók részére, hanem az áldozatok részére is. Hiszük azt, hogy ehhez a központnak a munkájához is tevékenyen hozzá fogunk tudni járulni. Ez pedig a alapvető, szociális, egyszerű alapszolgáltatással, karitatív tevékenységünkkel tudjuk megtenni, ami jelentheti a ruha, azonnali ruhaadományt, ruhapótlását az áldozat részére, vagy akár mondjuk egy krízis élelmiszercsomagot, vagy akár például a népkonyhai szolgáltatásunkban való becsatlakozását az áldozatnak. Ezekben a szolgáltatásokban a központhoz való csatlakozásnál az a lényege és a fontos eleme, hogy ezek azonnali segítségek tudnak lenni. Ezekre nem igazából kell várni, hiszen naponta a rászorulók részére ezeket biztosítjuk, és ha akkor közvetítik felénk, akkor nem zárt ajtók fogják fogadni az áldozatokat és az elesetteket, a bajban lévőket, hanem nyitott ajtók és a szolgáltatás eléjük tárul, igénybe tudja azt rögtön venni. A sajtótájékoztatóval egybekötött átadón Kovács Ernő, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal kormány megbízottja is részt vett. Most éppen arra vállalkozunk ezen a napon, hogy a kormányhivatal teendői mellé egy új szervezet, velünk szorosan együttműködő szervezet, és ha annyira szorosan veszük, akkor tulajdonképpen mi fogunk itt működni majd a hét meghatározott napjain, de többet tud tenni az áldozatokért. Azok, akik mindenféleképpen segítségre szorulnak. És nyilván tábornok úr is jelen van, ez azt is jelenti, hogy bárhová érkezik a hír, hogy valaki gondba van, bajba van, valakinek a sérelmére elkövettek olyan cselekményt, ami büntetendő az egyik oldalról, de a másik oldalon pedig azonnali segítségre szorul, akkor a mi együttműködésünk ezt a kettősséget biztos, hogy kiadja. Szejler Orsolya, helyettes államtitkár a központ átadásán hangsúlyozta, a magyar kormány elkötelezett az áldozati jogok szélesebb körű érvényesítésében. Céljuk, hogy mindazok, akik áldozattá, bűncselekmények sértetjeivé váltak, ne sérüljenek tovább, és azonnali, szükség esetén hosszú távú segítséget kapjanak. Egy korábban porcelánboltként funkcionáló helyszínen alakították ki a Kecskeméti Áldozatsegítő Központot. Erre Engert Jakabné alpolgármester hívta fel a figyelmet a mai megnyitón. Mint mondta, azt reméli, hogy aki áldozatként belép majd ebbe az Arany János utcai központba, az olyan finom, óvatos, gondoskodó bánásmódban fog részesülni, mint egy finom, törékeny porcelán. Én azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség, ami ismét a város polgárainak a biztonság érzetét is növelheti. Gondolok itt arra, hogy ugye számos alkalommal, ha megkérdezzük az embereket, az itt élő embereket, akkor akár egy közvélemény kutatásban, vagy bármilyen kutatásban, akkor a biztonság feltételei, azok mindig prioritást élveznek az ő részükről, és azt gondolom, hogy a szociális, az egészségügyi és egyéb biztonság mellett, ellátásrendszer biztosítása és ebből adódó biztonságérzet mellett nagyon fontos az, hogy az embereknek legyen hova fordulni abban az esetben, ha akár bántalmazást, akár bűncselekménynek, vagy bármilyen bántalmazásnak az áldozataivá válnak, hogy legyen egy olyan, én úgy fogalmazok, hogy professzionális szolgáltatás, ahol minden segítséget megkap abba, hogy milyen irányba, hova mehet. Ugye beszélünk egzisztenciális biztonságról, itt említettem az egészségügyi, szociális is sorolhatnám. Nagyon fontos az, hogy legyen meg ez a fajta jogi háttér, és az a biztonság érzete is, hogyha ő ide bejön, akkor itt biztos, hogy biztonságban lesz, mert ide be tud jönni egy olyan, akit
akár családi erőszak áldozataként menekülnie kell, és itt minden anonimitás és minden olyan feltétel láthatjuk kialakításra kerül, ahol ezt itt meg fogja kapni, és nyugodt lehet, hogy ebből a sérelemből, ebből segítik kivezetni. Mint kiderült, a rendőrséggel való partneri megállapodás modellértékű, és a kecskeméti példa reménység szerint mintaként szolgál majd a jövőben megalakuló központok működésére nézve. A központ az áldozatoknak felvilágosítást ad jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről, érzelmi támogatást nyújtanak, jogi segítséget adnak, vagy gyakorlati segítséget biztosítanak. Krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segélyt adhat, lakhatás, ruházkodás, utazás vagy élelmezés céljára. Ez utóbbi méltányossági döntés alapján a rászorultság vizsgálata nélkül adható az áldozatoknak. A Kecskeméti Áldozatsegítő Központot személyesen az Arany János utca 10 szám alatt, vagy e-mailen, a honlapon, illetve telefonon lehet elérni. Amennyiben, ha valaki áldozattá válik, az hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető 0680 225 225-ös telefonszámot. Dr. Homoki Tamás alpolgármester volt stúdiónk vendége, akivel Barta Gabriella beszélgetett a megújuló elővárosi közlekedésről. Ezt láthatják most. December 13-án útjára indul Kecskemét és Hetényegyháza között az a 9 új vonatpár, így összesen már 11, melyeknek köszönhetően enyhülhet a forgalom, csökkenhet az autók, a torlódások és a dugók száma az útvonalon. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most dr. Homoki Tamás alpolgármesterrel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Pontosan mit lehet tudni erről a projektről, amely december 13-án indul el? Régi vágya volt már a kecskeméti közlekedésnek az, hogy valamilyen módon integrálódjon a vasúti és a buszos közlekedés. Egy szóval az a fajta tömegközlekedés, aminek az a célja, hogy az utas minél előbb eljusson egyik pontból a másikba. Láttuk és tapasztaltuk kecskemétiek mindannyian, azt gondolom, azt a áldatlan állapotokat, amik azért az utóbbi években kialakultak, hogy reggeli csúcsidőszakban befelé, Kecskemét irányában, délutáni időszakban munka végeztével, iskola végeztével pedig vissza Hetényegyháza irányába, milyen dugók alakulnak ki, milyen kocsisorok alakulnak ki, és hiába mondtuk azt valójában a hetényieknek, hogy válasszák a buszos tömegközlekedést az autók helyett, hogyha a busz ugyanabba a dugóba áll, ugyanabba a kocsisorba. Éppen ezért merült fel annak a vizsgálata, hogy a kötött pályás, azaz vasúti közlekedést, ami nem tud dugóba kerülni, mert nincs előtte semmilyen akadály, megpróbáljuk valamilyen módon integrálni ebbe a közlekedésbe, hát ha gyorsabban el tudnak jutni egyik helyről a másikra az utasok. Ehhez végig kellett gondolni a kecskeméti közlekedésnek a koncepcióját, és miután ezt végig gondoltuk, meg kellett keresnünk a MÁV-ot, illetve a MÁV-startot, hogy az ő véleményük mi erről az ötletünkről. Hála Istennek az utóbbi egy-két évben, mikor ennek a projektnek az előkészítési folyamata már úgy finisébe került, akkor nyitott fülekre találtunk a MÁV-os kollégáknak a személyében, és elkezdtük ennek a munkának a végső kidolgozását. Ennek lett az az eredménye, hogy az eddigi 2 darab járatpárból, ami ment egy oda-vissza a reggeli, délutáni, illetve délelőtti órákba, egy pedig a délutáni órákban vissza, ezt munkanapokon, hangsúlyozni szeretném, hogy a hétközi munkanapokon, plusz 9 járattal felsűrítünk egy olyan járatsűrűségre, ami már az indulási időpontokat tekintve vonzó lehet a hetényegyházi utasoknak, és természetesen annak is, aki Kecskemétről akar kijutni Hetényegyházára. Hogyan segítenek majd az utasoknak kijutni a hetényegyházi állomásra? A hetényegyházi állomásnak az olyan szintű kialakítása, amely az utasforgalom elindítására alkalmas, megtörtént. Természetesen vannak még fejlesztési lehetőségek,
ráncfelvarások, amelyek várnak az állomás épületére, de az infrastruktúra kialakítása a MÁV részéről nagyjából megtörtént. Viszont, ahogy kérdezte is, oda el kell jutni az utasoknak, hogy fel tudjanak szállni a vonatokra, illetve hát nyilván haza is tudjanak majd menni. Feltehetően egy része a hetényegyháziaknak autóval fog oda menni, megfelelő parkolóhely lesz, ahol az autóját ott tudja hagyni napközben. Gyalogosan természetesen meg lehet közelíteni, és kerékpárral is meg lehet közelíteni, valamint éppen azért, hogyha valakik nem az említett módokon akarnak eljutni az állomásra, a Kecskeméti Közlekedési Központ úgynevezett állomásra ráhordó és onnan lehordó, ezek nem szép magyaros kifejezések, de azt gondolom, hogy a tartalmat mutatják. Tehát az állomásra eljutás segítő és az onnan hazajutás segítő új két buszjáratot is elindítanak december 13-ától, és ezeknek az a lényege, hogy Hetényegyháza egy nagy kiterjedésű település része a városnak, megosztjuk a település részt két felé, hogy ne kelljen a felhordó és lehordó buszoknak végigjárni az egész települést, ezért egyik busz a Hetényegyháza déli részét, a másik busz pedig az északi részét tárja fel, és viszi el, illetve vissza az utasokat. Ezek egyébként kis buszok lesznek, 18 fős Mercedes, teljesen vadonatúj midi buszok. Elsősorban azért, mert nem akartuk a nagy buszok közlekedésével Hetényegyházát megterhelni. Másrészt a kertvárosias jellegű település részen úgy gondoltuk, hogy otthonosabb, közönségbarátibb megoldás az, hogyha ezeket a kis buszokat állítjuk forgalomba. Hány megállója lesz majd a vonatnak? Hát ezt pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy minden olyan vasúti megállóhelyen meg fog állni, ami a vasúti közlekedés részére nyitott. Azonban azt tudni kell, és talán ez a fontosabb információ, hogy az eljutás időtartama az jelentősen lerövidül ahhoz képest, mint ami akár autóbusszal, személygépkocsival eddig adott volt. Hetényegyháza vasútállomástól a Máriavárosi vasútállomásig a menetidő 10 perc, és hogyha valaki a nagyállomási, Kecskeméti nagyállomásig akar közlekedni, akkor ez Hetényegyházától összesen 18 perc. Ha ismerjük azokat az adatokat, hogy reggeli, illetve délutáni csúcsidőszakban 30-40-50 perces bejutási és hazajutási idők voltak, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy igen versenyképes menetidő, még akkor is, hogyha az állomásig el kell jutni, meg onnan még a további célig is, mindenféleképpen rövidebb érkezési lehetőséget fog biztosítani. A buszjáratok bővülnek majd, vagy érinti a buszközlekedést ez az új változás? Igen, ahogy elmondtam, Hetényegyházában ez a két új buszjárat fog indulni, illetve azért, hogy Kecskemét Máriaváros leszállóhelytől elsősorban a Széchenyi város irányában található iskolák, Széchenyi, Bányai, Bójai munkahelyek, és hát nem utolsó sorban az egészségügyi ellátó intézmények, szakrendelő, kórház könnyen megközelíthető legyen. Aki Hetényből vonattal jön be, le tud szállni a Máriavárosi vasútállomáson, és onnan a vonatok érkezéséhez képest azonnali átszállási lehetőséget biztosító új buszjárat 350-es számmal indul a Széchenyi város irányában, és természetesen vissza is. Lesz majd kombinált bérlet, amivel a buszokat, illetve a vonatot is igénybe lehet venni? Természetesen törekedtünk arra, hogy olyan termékeket alakítson ki a Kecskeméti Közlekedési Központ, amelyek ezt a fajta közlekedési lehetőséget vonzóvá teszik. Most december 13-tól december 31-éig van egy durván 3 hetes, 2,5-3 hetes kipróbálási időszak, amikor valamennyi diák, nyugdíjas vagy felnőtt összvonalas buszbérlettel ezek a vasúti szolgáltatások igénybe vehetők. Január 1-től pedig egy kombinált díjterméket vezetünk be, ami a jelenlegi buszbérletek árához képest 6%-kal fog többe kerülni, viszont onnantól kezdve jogosít mind valamennyi busz, mind pedig a vasúti közlekedés igénybevételére.
És itt el kell azt is mondanom, hogy ez a kombinált bérlet, ez nem csak Kecskemét és Hetényegyháza relációban lesz használható, hanem ugyanezt a fajta díjterméket Kecskemét és Kisfáji közötti vasúti közlekedésre is tervezzük kiterjeszteni. Milyen jövőbeni hasonló közlekedési fejlesztési terveik vannak? Hát el kell mondanom, amikor legutóbb itt ültem ebben a székben egy másfél hónappal ezelőtt, akkor arról számoltam be a kolléganőjének, hogy majd a novemberi közgyűlést követően mekkora újításokról, megvalósult tervekről fogok tudni beszámolni. Ezt az élet sajnos felülírta, nem csak azt, hogy közgyűlést nem tudtunk tartani a járványhelyzet miatt, hanem azt, hogy az azóta történt járványhelyzet fokozódása, a különböző szigorítási korlátozások mind olyanok voltak, amelyek ezeket a újításokat, fejlesztéseket egy kicsit elodázzák. Nem tudtuk bevezetni, és természetesen ebbe a helyzetben nem is akartuk bevezetni azokat a dolgokat, amelyeknek nem most van az ideje. De azért két jövőbeni elkészült tervünkről azt gondolom, hogy előzetesen be tudok számolni. Egyrészt törekszünk arra, és a munka nagy része el is készült, hogy Kecskemét belvárosát igénybe vevő távolsági buszok jelentős részét a nagykörútra irányítsuk, hogy azok a buszok, amelyek szükségszerűen nem kell, hogy részt vegyenek a kecskeméti belvárosi közlekedésbe, azok ne jöjjenek be a kiskörútra és a belső helyekre. Ezért a távolsági buszoknak terveink szerint körülbelül egy 40%-át, ami azért napi majdnem 200 járat, azt ha minden igaz, akkor 2021 év folyamán a nagykörútra ki tudjuk majd terelni. Tehát ez egy nagyon fontos, egyrészt környezetbarát, másrészt úgy gondolom városbarát intézkedés is lesz. Hozzá kell tenni, hogy majd a megfelelő átszálló helyeket természetesen biztosítani kell azoknak az utasoknak, akik a kecskeméti belvárost akarják majd megközelíteni. És a másik ehhez kapcsolódó, terveztük azt már akkor is, amikor az új közlekedési szolgáltató partnerünk meglett, hogy miután megvan az új partner, össze tudjuk dolgozni vele tulajdonképpen az igényeinket, akkor egy teljesen új városi buszközlekedési vonalhálózatot, menetrendet szeretnénk bevezetni, ami egy kicsit jobban idomul a jelenlegi gazdasági helyzethez is, a gazdasági célok, gyárak, intézmények elérhetőségéhez, másrészt ahhoz a tendenciához is, ami Kecskemét lakóövezeteinek az alakulásában mutatkozott meg az elmúlt években. Tehát egy új menetrendet terveztünk bevezetni 2021 elejétől. Ez az új menetrend nagyjából kész van, természetesen kisebb-nagyobb módosítások még várhatók rajta. Úgy tervezzük, hogyha a járványhelyzet véget ért, akkor valamikor 2021 év során be fogjuk ezt is vezetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm az érdeklődést. Békés, boldog ünnepeket! Az év utolsó hónapjában gyakran kívánjuk ezt rokonainknak, ismerőseinknek. Hogy ki miben leli meg a boldogságot, örömet, megelégedést, az egyénenként változó. A 8 boldogság közösség tagjai a Jézussal való személyes kapcsolatokban találják meg. A következő riportban Krisztina nővérrel, a rend örökfogadalmas nővérével, valamint Takács Gáborral, a közösség véglegesen elkötelezett laikus tagjával ismerkedhetnek meg. Természetesen a rózsafűszér ájtatosságba is bekapcsolódik Krisztina nővér a Szent Család plébánián. A 8 boldogság közösség örökfogadalmas nővére november elején került Kecskemétre. Korábban a rend homokkomáromi házát vezette, újabb megbízatása előtt néhány hónapos pihenő idejét tölti. Azért Kecskeméten, mert a közösség egyik hazai laikus csoportja itt működik. A 8 boldogság ugye az Jézus tanításának a középpontja, amikor meghirdeti Istennek az országát, akkor hangzik el ennek a beszédnek az elején 8 boldogság, ami az egész evangéliumnak tulajdonképpen a szíve, hiszen mindannyian a boldogságra törekszünk, a boldogságot keressük, és ezt mi Jézusban, az ő országában találjuk meg, erre utal a nevünk.
különösen most advent idején ugye előre is tekintünk, egyrészt arra, hogy várjuk Jézusnak az eljövetelét, de ugyanakkor magunkba is tekintünk, hisz Jézus ugye már eljött, és Jézus megszületett, megtestesült itt a Földön, és azóta ugye lehetőségünk van arra, hogy őt befogadjuk a szívünkbe, és itt is meg tudjon valóságosan születni. Ezáltal a Jézussal való kapcsolatban meg tudunk tapasztalni valamit ebből a boldogságból, ami majd egykor vár is ránk. A közösség tagjai egyfelől apostoli szolgálatokat látnak el, például lelki gyakorlatokat tartanak, a hitoktatás területén vállalnak feladatokat, a szemlélődő élet gyakorlásához pedig a karmelita hagyományokból merítenek. A villai Szent Teréz nyomán ők is úgy tartják, hogy imádkozni annyit jelent, mint baráti beszélgetésbe lépni Istennel, akiről tudjuk, hogy szeret minket. Bármilyen fajta formáját is éljük meg az imádságnak a közösségben, legyen az dicsőítés, legyen az zsolozsma, a szentmise, rózsafüzér. Nagyon fontos, hogy nagyon tudatosan egy ilyen baráti beszélgetésbe lépjünk be Istennel, és aztán ne csak mi beszéljünk hozzá, hanem őt hallgassuk. Ez az ima lényege. És még a belső imához hozzátartozik, hogy azt bármikor és bármilyen körülmény között lehet gyakorolni. Azt lehet az apostoli szolgálataink közben, azt lehet egy főzés közben, azt lehet utazás közben. Tehát egy ilyen Istenre irányultságot jelent. Krisztina nővér főiskolás korában egy ifjúsági ima csoportban találkozott Istennel, és egyáltalán a kereszténységgel. Olyan erősnek és vonzónak tapasztaltam meg a szeretetét, olyan átfogónak, amire azt mondtam, hogy én csak az egész életem odaadásával válaszolhatok, sehogy máshogy. A többi az mind-mind kevesebb. És egyébként nem is tudtam a szerzetességről semmit, hiszen friss keresztény voltam így 19 évesen, de mindig ezt kerestem benne, hogy akkor valószínűleg ez az, ahol én teljesen odaadhatom magamat Istennek. És fontos volt még az is, hogy az emberek vagy az egyház szolgálatára legyek. Hogy amit én megtapasztalok Istenből, szeretetet, elfogadást, bátorítást, erőt, hogy ezt én is tovább tudjam adni. Takács Gábor szintén egyetemistaként ismerkedett meg a Nyolc Boldogság közösség lelkiségével. Mint mondja, először a közös imádságok szépsége és mélysége ragadta meg. Az évek során megerősödött benne, hogy szorosabban is ehhez a testvériséghez szeretne tartozni, így tavaly decemberben feleségével a laikuság véglegesen elkötelezett tagjai lettek. Ezt egyedülállók értelemszerűen egyedül teszik, meg házaspárok esetében viszont a házaspár mindkét tagja, tehát együtt tesznek ilyen elköteleződést a közösségben. Egyrészt arra, hogy a közösség lelkisége szerint élnek, tehát mi is ezt az ima életet, a napi rendszeres imákat e szerint igyekszünk alakítani a személyes életünkbe is, meg amennyire a lehetőségek, meg az időnk engedi a család életében is. A szolgálatban, ahogy Krisztina nővér is mondta, lelki gyakorlatokon, ifjúsági táborokon, különféle, akár itt a plébánián, itt együtt szolgálunk kifelé. Takács Gáborék 5 éve élnek Kecskeméten, a Szent Család plébániához kapcsolódva vezetik a Nyolc Boldogság közösség helyi csoportját. Havonta egyszer nyilvános imaestet, szentségimádást szerveznek a Szent Család plébánia kápolnájában, emellett két hetente szerda esténként tartanak bárki előtt nyitva álló alkalmakat a Bogovics köz 5 szám alatt. Utóbbiakhoz jelenleg online csatlakozhatnak az érdeklődők. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Megnyitották ma a Kecskeméti Áldozatsegítő Központot. Az Igazságügyi Minisztérium 2020-at az áldozatsegítés éveként hirdette meg. Ennek kapcsán nyitották meg az irodát az Arany János utcában. Dr. Homoki Tamás alpolgármester részletesen számolt be a Kecskeméti Televízióban a Kecskemét és Hetényegyháza között közlekedő 9 új vonatpárról. A bővítéssel a városnak a célja, hogy a település rész lakóinak ne kelljen többé hosszabb időket vesztegelniük a rendszeresen kialakuló forgalmi dugókban. Újból elindult a piaci házhoz szállítás. A kértárukat ingyen szállítják ki mindazoknak a 65 év felettieknek,
akik a pandémia miatt nem, vagy csak nagyon nehezen tudnák megoldani a bevásárlást. A koronavírus járvány második hullámának időszaka alatt minden eddiginél könnyebb feltétellel juthatnak finanszírozáshoz a bajba jutott kecskeméti cégek, a Városi Alapkezelő ZRT Restart programjának köszönhetően. Ismét jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma. Az elmúlt 24 órában 5415 fővel emelkedett a regisztrált koronavírusosok száma, és 171 beteg hunyt el. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!